Savua Tov, Guta Vahat kívánok mindenkinek. Ha körülnézünk egy kicsit ezeken a menekülteken, akkor az ember azt mondja, húha, képzeld el, itt van egy egyik ember, aki még egy pár nappal ezelőtt rabbi volt, a másik vállalkozó volt, a harmadik tanár volt. Teljesen hova tiszteletre méltó emberek voltak, és egyik például a másik a menekülniük kellett, és nem maradt semmi. Akkor észreveszi az ember, milyen szerencsés helyzetben vagyok, nekem van egy otthonom, nekem van egy munkám, nekem mindenem van, és akkor észreveszi, mennyire hálás kell lenni az Istennek minden jóért. Ma a Tóra olvasásban olvastunk a Korban Todáról a hála áldozatról. Ha valakivel történt valami, hogy nagyon beteg volt, és meggyógyult, vagy bármi más különleges jó dolog történt vele, akkor bemutat áldozatot. Az áldozattal együtt még 40 kenyeret is bemutat, és ezt aznap el kell fagyasztani, és még este. Valójában egy kicsit sok ez nagy mennyiség ahhoz, hogy az ember tudjon egy állatnak a maradványait, illetve még 40 kenyeret elfagyasztani. Egyértelmű, hogy ezt nem ő egyedül fagyasztja el, és a szűk család, hanem a kiterjesztett család, a szomszédok, a közösség, ami azt jelenti, itt egy nagy közösségi ünnepség keretén belül történik ez. És ez a tanítás itt. Az ember hálás, észreveszi, hogy az Isten milyen sok jót tesz vele, és hálás az Istennek, akkor ne tartson ezt magának. Köszönetet mondjon úgy, hogy mindenki halljon, és mindenki lásson, hogy mennyire hálás. Ezen kívül az nem csak egy 40 kenyer egyfajtából, hanem 4 fajta kenyer, minden kenyerből 10 darab. És nem zsömlékről van szó, hanem nagy kenyerek. És miért 4 fajta? Mert a tanítása az, nem csak az embernek meg kell adni a köszönetet az Istennek mindenért, hanem oda kell figyelni, és észreveszi. Ezt is köszönöm, és ezt is, és ezt is, szinti. Testre szabva köszönetet kell mondani, különböző köszönetek. Ugyanez van minden reggel, ha megnézünk az imakönyvben, akkor a reggeli áldásokban több mint 10 áldás van, és egyesével felsorol, köszönöm Isten, hogy felébredtem, köszönöm Isten, hogy felálltam, járok, hallok, van ruhám, cipőm, stb. Szerintem az ember egy köszönetet mond, akkor azt jelenti, nem is tudja pontosan, miről van szó. De fontos, hogy az ember elgondolkodjon és vegyen észre, mennyi minden jót tesz velünk az Isten. És ha mi hálásak leszünk az Istennek, akkor természetesen kedvel fogunk teljesíteni az ő parancsolatait is. Köszönöm szépen, Guten Tag, jó hetet kívánok mindenkinek!